Sziasztok! Ez itt a travelaround.hu. És gyertek velünk pompás galambfalvára. Mert megnézzük a helyieknek a református templomát. De miért mutatunk meg nektek templomot, illetve templomokat? Arról leginkább Mónika tudna majd beszélni. Még a kapcsolatunk elején volt igazán jellemző ez az egészséges rivalizáció, parciumi... Református. Én meg székelyföldi katolikus vagyok. És egy alkalommal gondoltam, hogy megmutatom, hogy milyen gazdag református öröksége van Székelyföldnek, amit egyébként a katolikusok hagytak maguk mögött. De mi tökéletesítettük, erről ne feledkezzünk meg. És elmentünk a bögözi református templomba, ahol a tiszteletes egy másfél-két órás beszélgetéssel tisztelt meg bennünket, és azután nincs megállás, végigjárjuk az összes templomot, a református templomoktól kezdve az ilyen kazettás kalotaszegiekig, a várt templomokig mindent végignézünk, és most megálltunk Nagygalambfalván is. Szóval amikor megérkeztünk a templomhoz, azt hittük, hogy mi de nem tudunk bemenni, mert renoválják a református templomot, és mégiscsak tettünk egy próbát már csak azért is, hogy hát legalább a templomkertet megnézhetjük, és ekkor jött a tiszteletes, akinek a neve, illetve a vezetékneve azt hiszem nagyon ismerősen csenghet majd nektek, hiszen Kányádi Györgynek hívják. Ő volt az, aki bemutatta nekünk a galambfalvi református templomot, illetve a templomnak az örökségét, és gyertek velünk, hallgassátok meg ezt a gyönyörű szép mesét. Délkeleti záródásba be van építve ez a címer pajzs. Nem tudjuk, hogy ez itt a, mert boltíves volt a tartó volt-e, vagy másodlagos beépítése, de egy dolog. Ez az anzsulinium. Ezt határozottan tudjuk állítani, és akkor a következőt tudom nektek elmondani. A templomunk az a tavalyi ásatás, régészeti ásatás folyt a templomban, kimutatta, hogy ezek a falak, amiket itt láttak, ez már a harmadik rendépület. 1100-ban Nagygalambfalván már templom volt. Egy oktogon templom volt, azt megvan az első templomnak az alapja, a következő is megvan, és amit most látunk, ez tulajdonképpen a harmadik része a templomnak. Hogyha majd sor kerülhet egy ilyen általános belső felújításra, amikor a padokat felszedjük, akkor a téglából ki lehet rakni majd a padlóba a régi alaprajzát a templomoknak, az első templomok. Most már a falunak sokat kell nektek mondjak. Orbán Balázs azt mondja, Nagygalambfalváról, hogy klasszikus földre lép itt az ember, amely titokteljes módnak több emlékét tárja fel a kíváncsi szemek előtt. Kedves utazó tegye sétát a falu környékén, tehát a falu határában, és a természet minden szépségét, és a múltnak kőbetűjét kutatni kedved van, fáradtságodért garantálom, hogy gazdagon kárpótolva leszel. Nem azt mondja, a faluba sétálja, hanem falu határában. És akkor, ha a falu határát nézzük, hogy mit érthetett klasszikus földnek, egy vallásúrás gyerek adta meg nekem a választ, amikor a gyerekeknek a falu történetét, az egyház történetet tanítottam, és kérdeztem, hogy nagy naívú feltettem a kérdést, vagy mit érthetett az ugyanis. Nem tudom, babácsa, hogy mit érthetett Orbán Balázs, de én úgy tudom, hogy klasszikus zene az komoly zenét jelent. Micsoda kulcs. De milyen fürdelit? Komoly fürdelit az ember. Tényegység, tehát a falu határában. Na mi a komolysága? Rengeteg a... rengeteg. Sokan várt végződéssel bíró hely. Várfele, Vasvár, Várkapuszárda, Galatvára. Szembe velünk a faluval túlfelől van az Őrhegy, az bizonyára, tehát nem tudom, hogy tudjátok-e, de ezt érdemes tudni erdélyeknek, hogy Székelyföldön szinte minden falunak a határában volt ilyen, hogy Őrhegy, Lesőhegy, Csubuhegy, Vigyázóhegy, ezeken álltak a lármafák, és akkor a falunak a határában van két olyan terület, ami már köthető a címerhez, és köthető a preskóra is. Az egyik helynév Király Kitelaka. Egy összetett magyar szó, de ha tanuljuk, ugye Király Kite.
lak. Kellene egy laka még. Király kitel laka. Tehát terület, ahol lakott a király. Azt mondja a legenda, hogy az utolsó alsó uralkodó Nagy Lajos, amikor ment az aranyhordával megütközni, a királyi hadsereg galambfalvának ebben határrészében táborozott le. Ezért a terület neve Király kitel laka. Na most a belső szomszédsága Mészárszék. Egy 30-50 ezeres kontingens az 1200-as években, ha utazott, vagy 1350-es után vagyunk. Hogy volt az élelmezése? Ahol leverte a tábort a királyhadsereg, ott mellette rögtön felvették a lacikonyát. Ahol vágják az átokat, az Mészárszék. S ha ez nem elég ehhez meggyőződésed, akkor azt is el kell mondani, hogy ezen a helyen van a két legbővizű forrása falunak. Felső tudják, hogy Király kutya, és az alsó tudják, hogy Lajos kutya. Na most feltételezzük, hogy Nagy Lajos, amikor itt van a falu határába, mielőtt tovább menne, ő ad pénzt a templom bővítése. És akkor bővítődik ki a szentély, és meghagyásból-e, tiszteletből-e beépítődhet az Anjou címer pajzs a templom szentélyébe. Igen. Fordulhat, hogy csak egy címer pajzs? Tehát, hogy egyszer volt említve az Anjou Quirion, vagy volt már korábban? Nincsen korábban. Tehát a többi falvakban is vannak, de kicsi. Tehát kicsi. Ez Quirion nagy a címer. Tehát a bögözben is láttam ekkora csak a Anjou címer, de ez Quirion nagy. Most ugye én is laikus vagyok abban a freskóban, de azt magyarázzák, azt mondják többen a művészek közül, hogy a freskónak a tematikája is arra utal, hogy többi bizonyos, hogy Anjou volt nagy Lajos királya megrendelője. Egy. A ruha, mit tudom, hajlatoknak, tehát a maga, a kivitelezése sokkal szofisztikusabb, tehát minőségi, mint a Szent László legendát, ilyen robosztusabbak a képek, tehát ilyen, nézzétek meg a palástartó, és milyen tényleg szép. Tehát egy kép igazi művész festette, és azt mondják, hogy Necskei Dömötör kódex festő műhelyében tanulhatott az a diák, aki, vagy az a festő, aki ezt festette is. Necskei Dömötör pedig Nagy Lajos idejében dolgozott. Az Árpádházi Szent Erzsébet tiszteleten Nagy Lajos korábban kezdődik el. És a freskó fő, a komponens, tehát a triptikonnak a fő alapja Erzsébet, hiába van ott Jézus. Nézzétek meg a dicskoszorút, tehát a glóriája egyedül Erzsébetnek töri át a képkeretet. A Jézusé még belemegy a kép, ugye? Igen. De már nem töri át. Mielőtt az orgona átvon, hátul van egy kerek ablak, azt mondják, hogy amikor jött fel a nap Erzsébet napján, az a napsugár ráesett Erzsébetre. Most nincsen itt Szent László, de mind a három résznek a főszereplője hölgy. Árpádházi Szent Erzsébet, Mária és Kapadókiai Dorottya. Művésztörténeti szempontból, hát mi a szakmátok nektek? Jogász vagyok. Én meg pszichológus. Te mi vagy? Jogász. Hú, jogi. Picit távol a... Most, és hol jogászkodtok? Budapesten én. Pestre vágyom, úgy imádom. Jó. Árpádházi Szent Erzsébetről. Mit tudtok? Mit tudunk? Hát én elmondom, nem vacilálunk, hanem elmondom, amit én tudok, és akkor úgy jó lesz, jó? Tehát második András az apja, és Gertrudis az édesanyja, a katona József Bánkjának a főalakja. Most 4 éves korában Erzsébetet eljegyzik és elviszik Németországba. Tehát Türingiai Henriknek jegyezik el, ugye akkor nem Orbánék és nem Gyurcsányék intézték a
politikát, hanem királyi családok és meg nem támadás feltételével tették ezeket a dolgokat. És azt írja a krónika, hogy Erzsébet, ahogy növekedett, egyre inkább a magyar vér üt ki rajta, mert jobban szeret lovagolni, mint táncparketten táncolni. Akkor van benne egy természetes kegyesség, ami az elesettekhez, a betegekhez felefordítja, ami az 1200-as években ez nem volt egy úrnőhöz méltó. A türingiai család úgymond rossz szemmel nézi Erzsébet, tehát nem tudja befogadni, csak hogy az a 600 mázsa ezüst, ami hozományként oda került Türingiába, szép lassan elpárolgott. Haza küldenék Erzsébetet, de hiányzik az ezüst. És akkor megtűr lesz a személy Erzsébetnek. Még ráadásul meghal a vőlegény Henrik, és akkor lesz egy nagy dilemma, hogy most mi lesz az Erzsébet sorsa. S Varilla Erzsébet személyes testőre, akit Varilla lovag, akit András alkalmazott mellé, fel is teszi a kérdést az elhalálozott vőlegény öccsének, Lajosnak, hogy mi lesz most Erzsébet sorsa, amire azt mondja Lajos, hogy látod Varilla lovag azt a hegyet? Hogyha színaranyból lenne sem, adnám oda Erzsébetet még egy aranyhegyér sem, és marad. Hát a sors iróniája, hogy ugye három gyereket szült, viszonylag 24 éves korában már meghalt, és a férje is, Lajos is meghalt a keresztes hadjáratban, a Pest is kapott. Na de, mire jössz volna a freskó? Várburg várába, és ne felejtsétek, hogy 1500-as években Luther Márton ott fordítja le a Bibliát. Tehát Erzsébet már előre megszentelte a Várburg várát, tehát ispotály létesít, és Várburg várudvarán sétálva meglát egy leprás beteget. Beviszi a hálóba, kuldával, a szolgálólányával megfürdeti, haját megnyírja, majd befekteti a hitvesi ágyba, és ez blaszfémia. Tehát ez szentségtől is, nem? Igen. Hogy a leprásra megfertőzni a hitvesi ágyat. Most nem kellene magyarázkodni András királynak az ezüst holléte felől, tehát ha ilyen tett a lányod, nem méltó ide, haza lehetne postázni, de a verdiktet a férje kimondja Lajos, aki vadászaton van, mikor hazérkezik a vadászatról, az édesanyja elmondja, minden jó anyus, hogy el kell mondja mennyire, amit el kell mondani, és azt írja a krónika, hogy mint bőszoroszlán ront be a hitvesi, tehát a hálóba, a hitvesi fülkébe, és rántja le a hitvesi ágyról az ágytakarót, s Lajos lelki szemeivel a hitvesi ágyban nem a keresztre feszített, vagy nem a leprást látja, hanem a keresztre feszített Krisztus látja rózsák között feküdni. Mire azt mondja Erzsébetnek, hogy ezután is ilyen előkelő vendégek, nyugodtan fektes ágyamban. Mi történik? Tehát Erzsébetnek megbocsájtatték a bűnét, tehát maradhat. Most nézzétek, ott van az a kéz, ami benyúl ebbe a képkeretbe. Ezt úgy mondják a művész történetek, hogy Dextera Dei, az Atya Isten áldást osztó jobb keze, ritka ábrázolása, egy négy levelű lóherés ábrázolás. Na, a négy levelű lóherét ugye a szerencse jelképének tartják. És miről szól akkor a kép? Az Erzsébet szerencséről, hogy a férje nem a leprást látta meg az ágyba, hanem a keresztre feszített Krisztus, minek következtében maradhatott Erzsébet. Átugrunk a másik képre, a túlsó szélső képre egyelőre. Kapadókiai szentdaratja, időszámításunk szerint 301-303-ra teszik a mártír halálát, kis-ázsiai Kapadókiában, keresztény üldözés alkalmával ő is horogra kerül. Amikor fellép a kínpadra, felteszi a hóhér a kérdés, hogy mondja, hogy tagadj meg Krisztus, ment el az életet. Dorottya nem tagadja meg Krisztust, és azt kérdi erre a hóhér, hogy de mondd-e szépséges szűz, ki neked, a názáreti Jézus, hogy te ezért a névért képes vagy önmagadtól eldobni fiatal életed? Mire Dorottya azt mondja, nekem a názáreti mennyei vőlegényem, aki akarná megtehetni, hogy ebben a februári zimankóban is küldjön az ő mennyei paradicsom kertjébe egy szár rózsát nekem. És valóban a kijelentés után megjelenik a gyermek Jézus, és átnyújt Dorottyának egy kosár rózsát. A mártírium ugyan végbe megy, mert Dorottyát lefejezik, de a hóhér,
a Lortját lefejezni, új, később keresztény vallásot én. Miért hagytam utoljára a középső freskút? Hát, Nagy Galafalvi katolikus elejénknek a Mária tiszteletét hivatott kifejezni, ugye a Baba Máriát, vagy a Napbeöltözött asszony, Szent István magyar királynak, Máriának oltalmába ajánlta fel, és ez a Mária mennyei megkoronázását ábrázolja angyali zene kíséretében a mennyben. Művész történeti szempontból mi az érdekesség ennek a képnek? Tehát a angyalok hangszerelését, hogyha figyeljük. Azt mondják a művész történészek, hogy az 1300-as évek végén, az 1400-as évek elején festődött. Így jön képbe Mecskei Dömötör kódex festő, így jön képbe majd Nagy Lajos király is. Az első angyal, a Mária mellett álló alacsonyabb angyal kezébe vonós hangszer látható. Ez a hegedűnek az őse, aminek a neve a fidula. A vörös szárnyú angyal kezébe Mária mögött pengetős hangszer ant, és akkor beszélhetünk Ilosvai Selymes Péterről, Tinódi Lantos Sebestyénről, hogy milyen hangszerekkel járták az igricek, a regősök, a magyar várakat, még eladták dalékat, és ami egyedivé teszi a galanfalvi falfreskót, az a Jézus mellett álló angyal, amely kezében 9 sípú hordozható orgonát tart. Eddig úgy tudtam, hogy Erdély egyetlen falfreskója, amely orgonábrázolást hoz ebből az időből, a gyulafehérvári kódex egyik kezdőbetűjében van még kódex, orgonábrázolás. Beszterce városa evangélikus templomának egy kőfaragványán, de mi falfreskó idáig úgy tudtuk, hogy Galanfalván egyedül. És most mondja Lándi József, nem végigmúlt itt budapesti freskó restaurátor, ő már egyszer végigmutatta a falat. Amiket tudok javarészt, ő általa tudom. Ő mondta, hogy most valahogy valamelyik faluba, ugye ez a magyar kormányzati pénzekből sok felújítás, és valamelyikben találtak orgonát. Na most még nem tudom, hogy melyik az a falu, és hogy mikor a festmény, de ez is érdekes dolog. Na, akkor a kazettás mennyezetről ismert, azt mondtátok a kazettás mennyezet, ugye? Igen. Ez érdekes, mert a, ugye nem a megszokott ábrázolások, se virág, se... Most tudjátok, hogy honnan jöttem, amikor jött a srác? Az 1796-os presbiteri jegyzőkönyveket tanulmányozom, most újraolvasom, én a szülőfalunkban vagyok lelkipásztor, és amikor hazajöttem 19 évvel ezelőtt, az volt az első dolgom, hogy végignyaltam, de most olyan szándékkal olvasom, hogy ebből majd egy könyv szülessen a és sokkal, tehát nagyon érdekes dolgokat jönnek ki, na, mert érdekel ugye a jegyzőkönyvekből a múltamat, nem csak a gyülekezet, hanem a család múltja is, és akkor most a következőket mondom, hogy élvezzétek ti is a történet, ha már megtiszteltetek ezzel. Volt ide sok mindenképp. Hát ez románkori építészeti stílus, a vastagfal, az ömök ablak, a kicsi románkori ablakokkal, a faragott csúcsíves ajtóbetét, és utána jön az új gótikában a szentély. Látjátok, hogy az építészeti stílusokon is látszik a különbség. A vastagfal leszűrösödik, a románkori ablakok megnyúlnak, és hozza a gótika a boltívet, megjelennek kívülről a támpédének, és beépítik a románkori templomot is boltívvel. Ott van a falon, ezt is egy falkutatás hozta ki, a háló boltozatja, tehát a pallér, az építő mesternek a tervrajza a háló ábrázolása, hogy hogy nézett ki a boltív ebben a templomban. Ott van egy gyönyörű évszám, azon a gyönyörű ajtó, 1789. Előtte lévő esztendőben, 1788-ban a gyülekezet presbitérium egy olyan határozatot hoz, hogy a hajón a zsindelye fedett részt, van annyi pénz, hogy ki tudja cserélni időtálló anyaggal, cserélni
Nos, a három presbitert le is küldeni a Sebesvárra, egy erszényes István nevezett cserépgyárossal megkötik a szerződést, az atyafiak boldogon hazajönnek a cserép mintákkal. Ugye, magyar ember miről híres? Előbb cselekszik, és utána... Gondolkodik. Itt is az történt, megvan, hogy erszényes úr, mikor kell szállítsa a cserepet, előtte egy héttel nekifognak, közmunkával ledobják a tetőről a zsindejt, és várják, hogy jöjjön erszényes úr a cseréppel. Csak amivel nem számoltak, az a három heti esőzés. Akkora sár lett, hogy feltörődött, ahogy hívják, az út. Nem lehetett szállítani a cserepeket. Erszényes fellovagol Segesváros, elmondja, hogy le van gyártva a cserép, de ő nem hibás, ő nem tudja a cserepeket gyártani. Még a nájlon nincs kitalálva, nincs, itt felhúzzanak hirtelen ponymát a tetőre, és akkor a szabadon maradt boltívet az eső beáztassa. Megraskadt a boltív, jegyzőkőbe szírták, mielőtt nyakunkba szakadna mennyezet, ha lehetséges, kívánnák rajta javítást tönni. Kívántak, tettek. Így alakult ki a kazettás mennyezet, és mivel sürgős volt a beavatkozás, és akkor megint ez is szóba jöhetett, mert ez nem kicsi munka volt, elbontani a boltívet, elkészíteni Szárdudai Röszlejer György asztalos mester, s fia, ifjabb György voltak akikkel a szerződést megkötötték, és na most itt van, amire választok adni, hogy más a minta. Az van a szerződés kötéből, hogy nagy szép díszös mintákkal legyenek megfestve a kazettán. Nagy szép díszös mintákkal. Ha lett volna anyagi bizonyára, akkor kértek volna motivumot is, de mégis nagyon értékes dolog. Ti tudjátok azt, hogy vagy nem tudjátok, vagy tudhattátok, hogy Kályai Sándor bácsi ebből a faluból született. Melokó Miklós úr most Magyarország még élő leghíresebb szobrásza. 6 évvel ezelőtt körülbelül itt áll Melokó, ott áll Sándor bácsi, ott van ül a pap. Mert Sándor bácsi Petro volt, akkor nekem Kus volt a nevem, mert Sándor bácsi, amikor beszélt, ott csak akkor lehetett kérdezni, amikor levegőt vett esetleg, hogyha a szó önbeti belőle. Itt vagyunk a templomban, azt mondja Melokó úrnak Sándor bácsi, tudod-e Miklós, nem én voltam az első poétája a falunak? Visszakérdez Melokó úr, hát ki te Sándor? És erre én is kezdtem megjegyezni a filmet, hát tényleg ki volt az első poéta? És akkor Sándor bácsi felmutatott erre a kazettára, látjátok, hogy írás van rajta? És akkor elmondja, hogy írásban miképpen rögzítették verses formába az 1788-as átalakítás. A következő szöveg van ott fel. Ez úrnak hajléka vala romladozott, alsó bolthajtása repett hasadozott, három kőlábakkal díszterem toldozott, abból, amit látott, ilyenre változott. A Szentek Lézsia mindenhívőjének, adakozó munkás kegyes kezeinek, aki mit tehetett s megfelelt tisztinek, maradjon jó híre emlékezetének. 1789. No, de még van egy másik ovális kazettánk is, azt is látjátok? Ezt akartam kérdezni. Abban egy latin felirat van. Templum hoc sacrum ad Dei et Filii et Spiritus Sancti sumptibus renovatum ecclesiis nagy galamfal viensis. Tehát az Atyafiú Szentnek dicsőségére, tiszteletére javítatta nagy galamfal gyülekezet 1789-ben, és nem a papnak a neve van felírva, hanem a megyebírónak, a kurátornak mondják, Bartos János. Mert a régi időkben, amiket most jelzőkönyveket is olvasok, az egyháznak az anyagi ügyeit nem a papok intézték, hanem a megyebírók. A megyebírók a falu legderekabb, legtisztességesebb, legistenfélőbb emberei közül voltak kiválasztva, és csak 3 évet bíztak egy presbiter, egy gondnokra, mert túl nagy feladat volt az, hogy a sajátja mellett, még az egyház földjeit is, tehát szántatni, venni, trágyáztatni, most éppen azon olvasok, hogy tehát a falak feljut, a várfal feljut hozzá a tizedekre, és akkor fel kellett szólítsa, hogy melyik tized nem csinálta meg, és akkor az egyháznak a földjeinek kell trágyázni, és a szántás lett, és mindezeket ő kellett csinálni, és a sajátja mellett ugye azért ez nehéz volt. Nézzétek, 89-ben megcsinál kazettás mennyezetes, 90
93-ban, 4 év múlva már az orgonát is 200 magyar rénus forintot fizeti Bartos János. Tehát ezért nem a papok, hanem ez volt az igazi egyházi élet, amikor a laikusok, megvolt a laikusoknak az a tisztelete, ami meg kellett, hogy legyen, akik vezették a közösséget. Galanfalva jósáfálkodott ebből a szempontból. A templomot körbevívő minden középület egyház tulajdon. A művelődési házam, a Felek Miklós színész nevet viselti, 3 szobás vendégfogadója a tapalomban. Én soha nem hallottam a lelkipásztorpó gyermekkorom, vagy az egyházközségnek vendégfogadója van. Jegyzőkönyvben, mikor olvasom, hogy az egyháznak vendégfogadója van, búmi, ha elbőtött volna, hogy hogy néznek ki, hogy most egy kocsmát működtetne valamelyik faluba az egy... De megvolt a megoldás. Mert aztán megnyugodtam, amikor a számadó gondoknak megtaláltam, hogy ezeket kiadták például a zsidóknak. Uh-huh. Nem tudom, figyeltétek-e, ritka még az is, hogy a kertünkben zsidó emlékmű van. Tehát ritka, amelyik faluban a zsidóknak, a holokauszt áldozatainak emléke legyen. Na, de ez is Sándor bácsinak köszönhető. A lényeg az, hogy kiadták a zsidónak a zsidó bérletet fizetett, és ezt a bérletből bejövő pénzt, gyerekek, jófej gyerekeknek, szegény sorsú gyerekeknek a tovább tanítatására, középületeknek a tatarozására, 218 gyülekezetnek adtak templom építése segít, felekezetre való tekintet nélkül. Tehát igen jósáfálkodtak. De a megyebíró mit csinált például? A reformáció korában a Sepestéből gabonatár, magtár lett. 13 hektár földjét közösen megművelték az atyafiak, bejött a gabona, azt ősszel a számadó gondok bevette, majd rögtön kiadta a kamatra. Tehát Kányádi Gyuri, dolgoztál? Igen, szántottál, vetted? Igen. És akkor még vegyék ki egy véka szemes kukoricát, vagy egy véka búzát, hogy visszaadjál helyette egy véka legyedet. Tehát a közösség évet rész, tehát ettől volt erős a falu, hogy megművelte a közös földet, és még ki is vett egy véka negyedet, vagy egy vékát, hogy visszadjon egy negyedet, az a negyed volt mindig a többlet, és meghatározták a kamatos gabona beszállításáért, és akkor egyszer adták pénzé, és abból tudtak építkezni. Hát a régi iskola, 1560-ban Galanfalvák már iskolája van. Nagyvárosoknak volt iskolája. Galanfalvák 1560 iskolája van. Kántor tanítói lakás, óvoda, na mindegy. A lényeg az, hogy ez a jó gazdaszellem működött a közösségben, és most is az látszik a falon. Tehát most is van egy ilyen, hogy tehát villany, minden. Tehát ez egy kicsi városra vetekedik infrastruktúrába, hála Istennek Galanfalva. Úgy is hívják a Kriza Jánosok a hadúság ügyteményére, hallottatok-e? Igen. Na, abban van egy gúnyos, a falu gúnyos. Közeli falakon ugye a sárba csúszott agyagfala, Tízsula rontó Mátis falva, vízhozta Magyaros, Szaporátlan Décsfalva, Pompás Nagy Galanfalva, Korcsos Kis Galanfalva. Na de ez van. 1679-ig a Kis Galanfalviak ide jártak templomba. 1679-ben önállósodtak. A várfalon ott látszik külön bejárató út a Kis Galanfalviaknak ide ebbe a faluba. És akkor új padok csináltattanak. És 1682-ben a szószék után felosztották az asszonyok között az ülést. Első padban tekintetes nemzetes Apor István felesége asszonyháza népe, második padban Korda György van felesége asszonyháza népe, és csak a harmadik padban ült a prédikátorné, a papnak a felesége, az mester, a kántor tanítók a felesége. És nézzétek csak meg, onnan jól látszik, elől nemes asszonyok ülnek, de az utána érkezőknek magasabb a padjuk. Látjátok? Igen. Tehát itt, tehát a pattáma magasabb, mint az előülő nemeseké. Tehát a szabad székely, ugye ő megkapta, János Zsigmond után kaptuk meg a földesurakat,
és a fejedelem pártfogoltjai, hát már üljetek elő, de tudjátok azért, hogy nem oda föl, mint a Szilárdság Parciumban, ahol mondjuk patronusa is voltak a nemesek az egyházak. Itt a közszékelyben mindenki neves volt. Tehát minden 16 éves kortól 59 éves korig kartforgató szabadszékely. Na, 200 éven keresztül használják ezt az ülésrendet. Aztán 1862. április 5-én, húsvét harmadnapján egy olyan incidens történt a templomba, aminek kapcsán felmondják az ülést. Két asszony összeszólalkozott, ó, hadd el összeszólalkozás, bárcsak szólalkoztak volna, tettegetjegyre is sor került. Jegyzőkönyvből mondom, most fogok mondani, panasztem a legifja fele Kisvárné Benedek Emília, hogy őtett húsvét harmadnapján Kádár Pálné Zsomorai Zsuzsánna megtaszigálta, székiből kiutasította, azt mondta neki, hogy elhagyj hazafelekre, mert nem jobbágy szék. Elhagyj hazafelekre, mert nem jobbágy szék. Micsoda sértés egy templomba valakit megsérteni anyagi állapotában, Isten nem személyválogató, ugye? És hogy történhetett meg? Hát úgy, hogy száll az ének, száll a madár ágról ágra, száll az ének szájról szájra, galambfalván megvan a Kádár Pál nótája, amiből aztán kiderül, hogy ki is volt ez a sértő fehérnő. A férjéről tudjuk, hogy egy jómódú gazdálkodó ember volt, aki hát elegénkedte az időit, udvarolt jobbra és balra és mindenfelé, csak nem nősült meg. És amikor eszébe jutott a nősülhetnék, arra már elvett a szépség, oda lett a szépség. Na de hogy tudjon megnősülni? Faludi György, tudjátok, hogy egy idős költő, jókufa ember volt, de hogy 92 éves, 25 éves feleséget vett magát. De vajon miért? Hogy ment egy olyan fiatal hölgy hozzá? Hát volt hírnév, nem? A Kádár Pálnál nem hírnév volt, hanem mi volt? Vagyom, a főt, az élek. Én vagyok a Kádár Pál, aki mindent készen vár, a pálinkát nézzel, a kalácsot rételve, gyere Mári táncolni, az Isten megfizeti, hogyha eljössz, nem bánok, két hol földem rád szánom. És hogy milyen hosszú, szorult helyzetben volt az öreg úr, a menyecskéknek a válaszaiból kiderül, az, hogy az egyik, hogy már négyből akkor eléneklem nektek, hogy ja Istenem, ezt a vint, hogy öleljen meg szegény, olyan ráncos a bőre, bocskor se lesz belőle. A másik pedig azt mondja, hogy hosszú szárú pipa szár, nagy gazdának a lába fáj, úgy kell neki, hadd fájjon, lányok után ne járjon. Na de addig taposott a kujom Kádár Pál, kapott egy olyan parapácsmenyecskét, aki a nagy gazdáni szerepköréből nem tud kivetközni. A templom, ki vagyok én is, kérdez a jobbágy sorsú mellettem. Sőt, onnan tudjuk, hogy tettlegesség történt, mert a presbitérium maga elé hívja, és kikérdez mindegy törvőszéken, hogy mi történt. És akkor az alperesként, amikor megszólítják Kádár Pálit, azt mondja, hogy igaz, hogy a könyökömmel meglapítottam Benedek Emiliát. De nem küldtem sem feleke, sehol, ő küldött engem Dísfalvára. Már jó, hogy nem a rosszabb helyet küldtsék ide, egyik a más. És akkor ezzel megszűnt a galambfalvi ülésed. Azt írják jegyzőkönyveleink, lévén, hogy a templom az Isten imádásának a helye, és nem az egymás botránkoztatásai. Ha voltak is a múltban székek, amik családokról neveztettek, ettől tovább minden szék szabadon nyilvánítatik, ki oda üljön, ahol helyet talál magának, köteles lévén az utána érkezőnek helyet engedi, tehát menjen bejebb a padba, mert az újabb idők szelleme megköveteli, hogy a templomban bent, mint Krisztusban testvérek viseltessünk egymás iránt, a haragot és a gyűlölséget a templomon kívül kell hagyni. És pont, és Galambfalván megszűnt a családi szék. De Kányádi Gyuri a falu papja, amikor hazajöttem, hát én 9 évet kovács voltam, üzemi kovács, utána mentem már felnőtt matúrfeje családos apaként, és Alsó-Boldogfalva Újszékhelyen, keresztúron voltam 2 évet, Alsó-Boldogfalva Újszékhelyen 6,5 évet, és amikor 2000-ben hívtak haza, akkor azt mondtam én is, amit Jézus mondta, hogy egy prófita se kedve saját hazájában, és amit a falu is mondta, hogy édesfiam, disznópásztor se legyél saját faludba.
De két év alatt megürült a gyülekezet, csak 900 lelkes gyülekezet nem ürül olyan hamar. És akkor megint megkerestek, és akkor azt mondtam, hogy Gedeon is jelet kért, adjál nekem is jelet. És megadta Isten, amit én kértem, és hogy hazajöttem. Hogy Sándor bácsi, azt mondja a másik hívbe. Na hallom, öcsém, hazajött a falu, mondom, igen. De tudod, hogy nem tégedet hívott a falu? Hát kit hívott Sándor bácsi? Nem én vagyok Kányád űrő pap? Az vagy fiamat, de nem tégedet hívott a falu? Hát kit hívott? Személyedbe a falu hazajött, apmádot, nagyapádot, felmenőidet. Úgyhogy egy akkora lelkitejet kaptam még akkor, hogy tehát itt a többlet bizonyítása van kényszerítve az ember. És hála Istennek, az Isten megáldott idáig munkánkat annyira, tehát legalábbis a fizikai, a lelkit, majd Isten odafönt megmondja, hogy mi volt jó, mi nem, de... Na, ott maradtam el, hogy ha én most eléveszem az 1682-es ülésrendet, ami a jegyző, tehát fent az irodában van, kinyitom, és magam elé képzelem a mai nagy valamafalvi gyülekezetet, akkor azt mondom, amit a közmondás mond, a víz vérén nem válik, az alma nem esik messze a fájától. Mert azok a családok, akik elő voltak, azok a húzóerő ma is, azok a templomosok, azok, akik hátul voltak, vagy egyáltalán nem is voltak, azok most is ugyanazok. Mondjak még valamit nektek? Mennyire siettek? Nem akarlak rendtartani. Hát ilyenre van időnk. Van időtök. Jó. A karzat, a legény karzat akkor készül, amikor kazettás mennyezet készül. És gyertek, hogy hát. 1789-ben a fia azt mondja a legenda, hogy szerelmes tett a gyülekezeti asszonyába, és ide annak a hőnnek egy virágcsokrot rajzolt. Tehát ez na. Egy darab szép, ez egy darab hely, igen. 1791. A június pünkös úr, úrvacsorázott a gyülekezet. Te katolikus vagy, hogyha a felvidéki vagy, te pedig református, akkor a katolikusok is jönnek. Én kápolnási vagyok, úgyhogy innen a szomszédból, de katolikus most, a többség. A Lea katolikusok, a bocsátos bűnkonon falván a katolikusok. Igen. Gábor atyáról mindjárt szólok, ott látod van egy kereszt. De most a reformáció ünnepén elmondtam, hogy miért nem használják a szimbólumként kultikus tárgyakon a protestánsok a keresztet. De arról is egy pár szót mondjuk esetleg neked, hogy főleg neked, hogy tudjam. Onnan indultam, igen, úrvacsorázik a gyülekezet. Láttál én már református úrvacsorasztást? Igen. Falvakon úgy volt a régi időben, hogy előbb kiálltak az idős férfiak, kor szerint. Akkor a lelkész körbe vitte a kenyeret, mint Krisztus testének megtöretett jelképét, utána vitte a kenyeret, és ez időigényes volt, mert utána sorra álltak. És amíg az idős generáció úrvacsorázik, a fiatalok szórakoznak. Legények virágokat visznek fel magukra, és potyogtatják a virágszálakat. De ez már régi keletű, mert most egy régi jegyzőkönyvben még olvastam, hogy a virágok dobálásról, és akkor az aláhulló virágszálat, látjátok, hogy beljebb van, jó van, ugye? Igen. Ha elkapta valamelyik lány, akkor mit csinálta? Kíváncsi a lány, hogy ki hajli, próbál, jogi kellett nyújtózkodja, nem? A legény pedig meresztette, guvasztotta a szemét, hogy vajon melyik lány. Egy pótcselekmény történik itt hátul, míg a szemkommunió folyik elől az urasztalakon. És ez felbőszíti az ősöket. Azt írják jegyzőkönyvbe. A kántor tanító figyelmébe ajánlatik az ifjúságunk, mert az ifjúságunk erkölcse a romlandóban van. Úgy elgondoltam, hogyha ezek az ősök visszajönnek, és egy kicsit az ellenbékűs világból most így hallanának, tehát ezek szörnyet hallnának, hogyha mennyire prüdek voltak akkor, ugye, hogy most mi van, ahhoz képest. Na, a harangokkal be fogom fejezni, de a katolikus testvérek tiszteletére. Gábor atya, Borbi Gábor atya, Csíkszereda főesperese volt.
galanfalvi származású, mint jó magam. 2003-ban jöttem én haza Nagy Galanfavár, ő 2004-ben jött haza Nagy Galanfavár, Csíkból. Csak az történt, hogy a főesperes úrból kisebbségi katolikus lett a protestáns községben. Gyertek, egyik alkalommal eljött hozzá. Nagyon kedves. Tehát ha a papként katolikus papból példa kellene, akkor nekem káporatja lett. Azt mondja nekem, hogy te Gyurika tiszteletes, megharagszol, hogyha kérdezek valamit. Én nem haragszom meg Gábor atya. Mondja. Te tudod, de hogy a falunak a kijárati részét arrafele, hogy hívják? Hát mondom, hogy meg keresztfa teteje. Te kedves Gyurika tiszteletes, mit szólsz hozzá, hogy én szeretnék állítani oda egy keresztet? Hát Gábor atya, állítson egy keresztet. Mert tudod, én arra gondolok, hogy a reformáció előtt mint minden falra időt itt is kereszt állott, és azért keresztfa tetejára magával, hogy hát állítson keresztet, ez nem tőlem függ, hanem a polgármester hivataltól, az útügytől. De azért mégis meg kell említetni, hogy mit szól hozzá a protestáns többség. Mondom, semmit nem fog szólni Gábor atyát, aztán tiszteljük mi is a keresztet magunk módján, de... Na de, ha kérdezz meg. Jó. Felteszem a kérdést a presbitériumnak, hogy Gábor atya mit akar? A gondnokom, és hát most már nyugdíjas, vagy nyugdíjba vonult az egyháztól is, 87 éves most már, de ő egy felvilágosult ember volt, főmester volt a Cérnagyárban, tehát nem itthon a tehenfarka mellett vénült meg, tehát látott értelmes volt. És amikor elmondom, hogy Gábor atya mit kér, azt mondja, hogy ebből baj lesz. Hú, gondolkoztam, tehát nem így ismerem a falut, hogy ebből baj legyen, de mire utal a gondok? Azt mondja, ha jelképeket kezdünk foglalni, baj lesz. Mondom, milyen baj tud lenni ebből Lenek bácsi? Mondja, a katolikusok lefoglalják, alig vannak 50-nek katolikusok, lefoglalják a falunak az orsú felét, keresztfa tetejét, nekünk a falu felső fele marad. Mondom, igen, és akkor? Hát igen, de azt mondják, hogy akasztófa sorka. Jó. Na ez csak a poén kedvéért. Na most megkérdezem tőled, hogy tudod, miért nem használják a templomokon, ugye csillag, tehát református templomon nem látsz keresztet. Tehát ez a kereszt az, amiről beszélgetek Gábor atya, amit állít, és ha majd utatok egyszer úgy történik, hogy a kereszt mellett elmentek, majd olvassátok fel a kereszt feliratot. Mert az okumaninak a ennél szebben ki nem lehet fejezni, békesség Istentől az a kereszt felirat. Tehát amikor elkezdődött az inkvizíció, hogy mondjam, az ellenreformáció, a rekatolizálás, nagyon kegyetlenül megtorolták, ugye Loyola Ignácitól, a jezsuitán keresztül, nagyon kemény volt a fellépés. Nem tudom, a Gályra Miklós, te hallottál-e? Debrecenben, hogy majd elmentek, keresztültek fel, Debrecenben ott van a Gályra Miklós, a pápa, amikor ott volt most két éve, három éve, meg is, mikor, második pápa volt, meg is koszorodott. Tehát tulajdonképpen református és evangélikus papokat adtak el Gályaramnak. És ez azt jelentette, hogy tehát megfosztották mindenüttől, és 9 hónapig voltak Gályán, 300-at hurcoltak, idéztek meg Pozsonyba, víztörvényszék elé, halálra ítélték, és akkor azt mondták, életben maradtok, ha vagy nem mondtok a hivatalotok, vagy rekatolizáltok, katolikusok lesznek, vagy pedig elhagyjátok az országot. És ha ebből 42 nem hajtott fejet, őket lehajtották Nápolyba, 32-en érkeztek már Nápolyba, szörny. Tehát, na, egy Gályáról nem kell sokat mondani. És ezért, mert ostorral, kényszerrel, kényszerítették őket, hogy csókolják a keresztet. Ezért a protestánsok nem használják annyira a keresztet. Tiszteljük, mint keresztet, csak nekünk nem csupán a Krisztus kegyelmét, a megváltást hordozza, hanem az elszenvedett inkvizícióban elszenvedett nehézséget is. És ezért, tehát tisztelet megvan, látod, nincsen, de nem úgy tiszteljük. Viszont használjuk a búzakoszon. Ezt tudod, miért van. Jézus azt mondja, én vagyok a mennyei kenyér, aki az égből szállt alá. Az én testem, művőkészül, akkor használják a pelikán. A pelikán minek a jele? Tehát az önfeláll, tehát látjátok, ha a
puritanizmus, tehát az egyszerűség, tehát mindenem a közé, hogyha az egyház, ha pénzed, akkor is a vissza a szegényeknek, az elesetteknek, tehát a felpátolás. A pelikán az, mert ugye azt mondja, hogy feltépi a pelikán a begyit és kifolyó vérével táplál gyermekeit. A szöllőtű, én vagyok a szöllőtű, mondja az Úr Jézus Krisztus. A jó pásztor, a bárány, tehát ilyeneket használ az egyház. És ezért nem jelent a kakas Péter igen, tagadása. Nekem lenne egy kérdésem, hogy a fűszfa, az is ugye egy református. A szóló kerül a... Hogy hívják a sírkövekre? De az minden református? Hát a régebbi időkben a szomorú fűz, és a kehely volt a fontos, vagy, és volt az öt betű, A, B, R, F, A. Igen. Ez minek a jelentése? A boldog feltámadás reménysége alatt. A, B, R, F, A. Tehát a boldog feltámadás reménysége alatt. Pont most láttuk ezt, ahogy voltunk gyertyát gyújtani. És kérdezgettük így a szüleimet, hogy ők tudják-e, ők nem tudták sajnos, hogy ez minek a rövidítése. Tehát a boldog feltámadás reménysége alatt. Tehát ez a víz, hogy feltámadunk, ugye? És viszontlátás reménysége. Na, tudjátok, mi befejezem be? Azzal, hogy milyen jól esik nekem, hogy ti ragaszkodtok ahhoz, hogy gyökeret ismerjétek, tehát ehhez el kell menni mindenfelé, és meg kell nézni. Amikor idejönnek a Magyarország, akkor azt mondom, hogy nektek könnyű, mert ti beleszülettetek a magyarságba. Tettél érte valamit? Azok ki, hogy te magyar állampolgár lesz. Most csak kommentálva Gyurcsán, vagy hogy hívják ott Orbán, vagy akármi. De ez a feladat. Miért vannak bemennek itt a templomba a zászlaink? Hogyha kint szabadtéren lehetnének, lóval akkor nem kell lenni ide behozni. Vagy én 18 hónapot katona voltam, én annyivel is kaptam a magyarságom, miért megszenvedtem. Vagy az iskolák, ugye, stb. Ha Orbán Balázs azt mondta, hogy klasszikus föld, ugye, a mi gyermekeinknek az a kötelességünk, hogy megszerettessük. A polgármester unoka öcsém, édesanyáink testvérek voltak. De most ebből az Orbán Balázsi mentalitásból micsoda táj, ugye Galambfalva határa. Született meg az eltávozás, hogy sátortábort szervezünk a falu gyermekeinek, hogy nyáron kivitt a számítógép mellől.